Sziasztok! Kovács Gergő vagyok, a 12. kerületi vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság elnöke. 57 millió 600 ezer forint az órabérem. Bár a választási kampányban valóban megígértem, hogy sokat fogok keresni, ez azért lehet, hogy tényleg túlzás, különös tekintettel arra, hogy a bizottságnak nincsen semmi értelme. A bizottság elnökeként ezért legfontosabb feladatomnak a bizottság megszüntetését tartom. Igazából nem az önkormányzat hibája, hogy semmi értelme ennek a bizottságnak, hanem pontosan így van megírva a törvény. Az, aki tehetné, a NAV, semmilyen formában nem vizsgálja, hogy valósak a beírt adatok, ha pedig esetleg valakiről mégiscsak kiderül, hogy hazudott, hát képzeljétek, azért se jár semmi büntetés. Most pedig megmutatom, hogy milyen egy ilyen ülés. Nem para, nem fog sokáig tartani, 2 percig tart az érdemi munka, és évente van. Azt, hogy évente van, azért is probléma, mert a bizottsági üléseken az előző ülésről megmaradt sütiket szolgálják fel, és ezek a száraz, sós sütemények simán kibírnak egy hónapot, egy évet már nem annyira. Úgyhogy ehetetlen a süti. 2 dolog fog történni az ülésen, megszavazzuk, hogy leadták a képviselők a vagyonnyilatkozatokat, és elfogadjuk a tavalyi beszámolót, ami arról szól, hogy tavaly is megszavaztuk, hogy leadták a képviselők a vagyonnyilatkozatokat. Jó, tehát én azt javaslom, hogy akkor ezt szóval fogadjuk el, hogy látták a képviselőjelöltet. És ezt is mindenki megszavazta. A következő az a tavalyi évi beszámolója a bizottságnak. Akkor el is szavazzuk, hogy elfogadjuk el. Olvassák. És szuper, ezt is mindenki támogatja. Lehet, hogy 8 perc lesz az ülés, olyan nem gyorsan tudunk haladni. Amíg létezik a bizottság, addig a korlátaink elismerése mellett folytatjuk a munkát. Hosszasan vitatkoztunk például arról, hogy eltölthetek-e egy-egy hetet minden képviselőnél, hogy személyesen is felméressem az értékesebb vagyontárgyaikat. Azt kérdezem, hogy az egy hét minden képviselőnél ez ott lakással is történne, vagy milyen formában történne? Elnök úr, ha beköltözik hozzá, részt vesz a házi munkában, vagy fizet az ellátásért? Én a bizottság elnökeként havonta 160 ezer forintot kapok ezért a munkáért, a többi képviselő pedig havonta 80 ezer forintot. Így az én órabérem 57 millió 600 ezer forint, a többiek órabére pedig 28 millió 900 ezer forint. Ez a bizottsági ülés, amit most láttatok, ez 6 millió forintjába került a 12. kerületi önkormányzatnak. Ebből a pénzből a 25 méteres szobromnak az egyik lába bőven elkészülhetett volna. Úgyhogy most megpróbáljuk megszüntetni ezt a bizottságot, és hát a feladatköreit pedig bőven el tudja látni a jogi vagy a pénzügyi bizottság.